hangolódó elnevezésű karácsonyi vásáron kézműves termékeket is lehetett vásárolni. Az eseményen a Magyar Kanizsai Vöröskeresztnek gyűjtöttek adományokat. Itt most megpróbáljuk szórakoztatni egy kicsit az erre sétálókat, és felhívni a figyelmüket a jótékonykodás fontosságára, és egyúttal adományokat gyűjtünk a Magyar Kanizsai Vöröskereszt számára, elsősorban tartós élelmiszert és higiéniai szereket. Emellett pénzadományok is érkeztek már, a műsor elején már egy 10 000 dináros adományt átadtunk a Vöröskeresztnek. Az élelmiszert és a higiéniai szert a népkonyha felhasználóinak a község területén szeretnénk egy gazdagabb karácsonyi menüt összeállítani, valamint azokon a településeken, ahol ez a szolgáltatás nem jut el, ott egy élelmiszercsomagot szeretnénk a leginkább rászorulóknak összeállítani. A vásáron a minőségi kézműves termékek voltak a legkeresettebbek, mert egyre nagyobb igény mutatkozik az egyedi darabok iránt. Én történetesen ékszereket készítek féldrága kövekből, és most mivel a karácsonyra készülünk, meg karácsonyra hangolódunk, így karácsonyi díszeket készítettem szalagból. A hagyományos karácsonyi vásár gyermekfoglalkozásokkal és számos kísérőprogrammal december 21-én és 22-én is várja az érdeklődőket.